Szerintem mindenki legyen kufli. Napfényes, békés reggel volt, mint a legtöbb reggel az elhagyatott réten. Nektek is feltűnt már, hogy minden történetünk pont ugyanúgy kezdődik? Csak heverészünk itt, aztán egyszer csak történik valami. Vajon most mi fog? Na tessék! Hú, de messze laktak, kuflik! De messze laktak, kuflik! Mármint honnan messze? Annan! Mutatott a lókutya valahová távolba. A látóhatártól mindenki messze lakik. Mi járatban vagy cimbora? Kedves kuflik! Meg vagy csak hívva! Zilveszteri jelmezmez bálba. A rétkő zepére varrunk. Jelmezmezekbe gyertek. Mamma. Zene, tantz, víg, alom. Aláírás. Rétlakik, kók. Te ezt érted? Azt hiszem, szilveszteri jelmezbálba hívnak minket a rétlakik. Vagy lakók. Szilveszteri? Gyere, hiszem, mindjárt itt a nyár. Nem arog, Fityic. Inkább örül, hogy meghívtak. Köszönjük, hogy gondoltatok rá. Viszlát a bálban! De honnan szerzünk jelmezeket? Mindenki nézzen körül otthon. Hát, ha előkerül néhány. Néhány mi? Hát, azt sosem lehet tudni. Csak tudnám, hogyan került hozzánk ennyi kacat? Értetlenkedett Pofánka. Ezt hívják a kacatok titkos vándorlását. Mindennapos dolog, bár keveset tudnak róla, elég unalmas kacatnak lenni, ezért aztán éjszakánként a kacatok útra kelnek, hogy világot lássanak. Honnan tudod mindezt? Annak idején évekig leveleztem egy fél pár zoknival. Ő sokat mesélt ezekről a dolgokról. Ha nem volnék kufli, biztos, hogy kacat szeretnék lenni. Igen ám, csak hogy most inkább a jelmezekkel kéne foglalkoznunk. A következőket találták. Hilda egy rozzant esernyőt, Valér három üres konzervdobozt, Zödön egy lukas gumilabdát, Titusz egy öreg bőröndöt meg egy habverőt, Pofánka egy elsárgult divatlapot meg egy darab spárgát, Bélabá egy horpadt tésztaszűrőt és egy doboz szöget, Fityirc meg, nos, ő nem talált mást, csak egy lila kabátgombot. És én már tudom is, mi leszek. Álmafa, mondta lelkesen Hilda. Én robot. Én meg óriás katica. Én páncélos lovag. Én rendeső pillangó. Én pedig tüskés disznó. Én azt hiszem, egy kufli leszek, aki lila gombot egyensúlyoz az orrán. De hiszen nem arra úgyis kufli vagy. Majd úgy teszek, mintha egy másik kufli lennék, mondta Fityirc. Mikor bealkonyodott, a kuflik elindultak a jelmezbálba. Mire odaértek, a rét közepén már javában állt a bál. Igazad, elegáns kuflinak költözni egyáltalán nem könnyű dolog.
nem is beszélve az egyensúlyozásról. Így van, inkább örüljünk Fityit sikerének. Úgy látom, idén nagyon menő dolog a kufli jelmez. Ekkor a zenekar belekezdett, a pattog a kufli végig a réten kezdetű vadonatúj szerzeménybe. Ez rólunk szól! Nem vagy kavics, nem jönnek, nem kavics. Se nem kifli, se nem kukac, simán kufli, ezt mondogasd. Kufli, kufli, pattognak, mint egy labda, ugrálnak, mint egy bolha, színesek és csíkosak, mint egy szivárványos nyalóka. Van köztük nagy, kicsi, vékony, dagi, és olyan, aki néha csuklik, heten laknak egy kupacban, ők a kuflik. Csodálatosan éreztem magam, lelkendezett Pofánka. Legközelebb rendezünk mi is jelmezbált, mondta Hilda. Egy olyat, ahol mindenki saját magának öltözik be. De akkor ki kapja majd az első díjat? Kérdezte Valér. Ám a kérdésre már csak hangos horkolás volt a válasz. Szorult helyzetben vagyok. Azt hiszem, mégsem volt jó ötlet Kályha csőnek öltöznem. Várj csak, segítek. A kuflik és a szélposta. Egy őszi éjszakán nagy szél süvített át az elhanyatott réten. Ójaj, mi történt itt tegnap óta? Mindenfelé csupaszon meredeznek a bokrok ágai. Nézett körül másnap reggel Pofánka a kufli kupac magasából. Lobtalanítás volt! Mondta Béla bá. Az őszi szél járt erre, és lefújta róluk a leveleket. Szemtelenség! Megyek és visszavarrom őket a helyükre! Kiáltotta Pofánka mérgesen. Én is megyek! Csatlakozott hozzá Hilda. Olyan szomorúan néz így ki az elhagyatott rét. Valahogy olyan elhagyatottan, bolintott Fityirc, és ő is Hilda után szögdécselt. Addig mi talán társasozhatnánk egyet? Fordult Titus a többiekhez. Így is tettek. Hogyan kezdjünk hozzá? Nézett körbe Pofánka. Szerintem mindegyikünk válasszon magának egy-egy bokrot, javasolta Hilda. Azzal előhalászta zsebéből a zsebvarró készletét. Azzal varrogatni kezdtek. Pofánka egy medvebimbó bokrot nézett ki magának, Hilda egy közeli vattabogyó bokorhoz szögdécselt oda. Mostanában könnyen avarba jövök. Fityircnek pedig némi tépelődés után egy gírbe-gurba törzsű tyúkfog bokorra esett a választása. Nem volt könnyű munka, mert sokat kellett hozzá hajolgatni, meg persze nyújtózkodni, amikor a felső ágakra kellett felvarni a leveleket. Ki hitte volna, hogy ennyi levél van egy bokron? Sóhajtott a Pofánka. Fé, a mindenit. Azért végül csak elkészültek. Egészen csinosak. Pihenjünk egy kicsit a kupacunknál, mielőtt folytatjuk a munkát. Ígyunk egy teát, rágjunk egy kis sütit, vagy valami efféle. Ezzel a többiek is lelkesen egyetértettek. Ebben a pillanatban, mint egy varázsütésre, ismét hatalmas szélvihar került. Ennek is nagyon sietős lehetett a dolga.
Gyerekek, rám is sorhattátok néhány levelet, ha időtök engedi. Mondta nevetgélve a beszélő fatuskó. A leveleink. A teringettét, mondta Titusz, mert ennél éppen nem jutott jobb az eszébe. Most mit tegyünk? Kezdjük előről az egészet. Hogy aztán jöjjön egy újabb szél, és megint elfújja a leveleket. Talán megkérhetnénk őket, hogy ne csináljanak többet ilyet. Írjunk nekik falevélre, abból igazán nincs hiány. Akár kezdhetjük is. Keressünk szép nagy faleveleket. Na de mennyit? Összesen hány szélnek is kell levelet írnunk? Lássuk csak! Van az a szél, amelyik lefújja a kalapomat. Meg van az a másik, amelyik a fűszálakat táncoltatja. Aztán amelyiktől kipirosodik az orrunk. És amelyik megteszi a hátunkat szögdécselésre. Egy másik pedig összekolcolja a frizuránkat. És ott van az, amelyiktől borzong a tokánk. Gyerekek, ez eddig csak hat. Ja, meg még van az a szél is, amelyik... Fütyül mindenre, kiáltotta Fityirc, aki eddig valami máson töprengett. Az összes fel hét! Összegezte a hallottakat Béla bá. A kuflik kerestek hét nagyobbacska falevelet, majd mindegyikük elővette a zsebtöltő tollát, és nekiállt a levélírásnak. Volt, aki szép, hosszú levelet írt, volt, aki egészen rövidet, mert csak három betűt ismert az ABC-ből, és olyan is volt, aki inkább rajzolt. Na jó, de most hogyan küldjük el a leveleinket? Kérjük meg a következő erre járó szelet, hogy legyen a postásunk és vigye magával őket. Szélposta! Ez aztán igazán eredeti ötlet! Nem kellett sokat várniuk. Hamarosan táncolni kezdtek körülöttük a fűszálak, majd a szél kikapta a kuflik kezéből a faleveleket, és már repült is velük tovább. Kíváncsi vagyok, télba érnek-e a leveleink? Amíg kiderül, ígyunk egy ormogyó teát. Ez az! Kiáltottak a többiek, hiszen nincs is annál jobb egy ilyen szeles őszi napon. A kuflik és a szőrbogyó. A réten csípős téli szél zörgette a bokrok ágait. Éhes vagyok. Jaldult fel a kuflikupac tetején Zödör. Mikor nem vagy az? Kérdezte Fityirc. Hosszabbat él, mint máskor. És lehettünk minden lehetőt a jó bogyó bokrokról. Akkor mi lesz? Éhen halunk. Szó se lehet róla. Találnunk kell valami ennivalót. Mi lenne, ha kutakodnánk kicsit a közeli fák tövében? Jó ötlet, helyeselt Titusz. A kuflik alig szögdécseltek egy keveset, már is odaértek egy magányosan álló ragyás bálnafához. Próbáljuk meg itt, mondta Titusz, és elővette a zsebásóját. A többiek követték a példáját, aztán kaparászni kezdtek a hóban. Ide nézzetek, mit találtam! Mocsak! Nem is tudtam, hogy ilyen termése van a bálnafának. Mert ez nem is az. Szólalt meg egy háromfejű tappangya fejük fölött. Mi más lehetne? Itt vannak pont a fa alatt. Ezek nem ragyás bálnabogyók, hanem szőrmagok. De miért ez a nevük? Erre is van három válaszó. Mert jól hangzik. Mert régen szőrösek voltak, csak aztán megkopaszodtak. Mert valami egyéb közük van a szőrhöz. Nekem mindegy, csak végre együk meg őket. Erre a többiek is gyorsan szedegetni kezdték a magokat a hóból. Nem is olyan rossz!
Kicsit szappanos egérszőríze van. Dünnyögte Titus tele szája. Titus, te hogy nézel ki? Csupa szőr vagy! És te is fityírc! Ami azt illeti, neked is bundád nőtt? Bámultak rá a barátai. Az nem lehet! Sikoltott fel Pofánka, és előkapta a zsebtükrét. A többiek is követték a példáját. Nem hiszem el. Most hát megtudtuk, miért hívják így ezt a magot. Ezt miért nem árultad el? Mert nem tudtam. Mert titkolóztam. A tappany morogva elrepült. Most mi lesz velünk? Menjünk vissza a kupacunkra, és ott majd kitalálunk valamit. Így is tette. Gyerekek, csak nem szőrbogyót emédeltetek, ha-ha-ha-ha! Ennyire látszik. Gyakran megesik talán te. Biztos szokatlan, de higgyétek el, több előnye is van. Csak egyet mondj! Nézett rám érgesen Pofánka. Akár hármat is, ha-ha-ha-ha! A szőr melegít a hidegben. Jelmezbalban lehettek, márvá család! Ezentúl bármikor divatos szakállat nyírathattok magatoknak, ha-ha-ha! De én semmiféle szakállat nem akarok. Nekem meg eszem ágában sincs medvének öltözni. Viszket a szőröm. Ha nem, hát nem! Erre is van megoldás! Háromféle is! Megvárjátok a tavaszi vedlést? Kopaszkóró kérget rágtok? Vagy kipróbáltok egy varázsigét? Én a másodikat választanám! Remé! A kopaszkóró kérek segítségével az összes szőrötöktől megszabadultok. Az összestől. A kontyomat azért szeretném megtartani. Sajnálom! Ez a módszer csak teljes szörtelenítésre jó. És a harmadik megoldás? Egy rövid varázsigéről van szó. Irgalmatlan írha írtó, így hívják. Vágjunk bele! Rendben. Azok a fránya szavak. Biztos összekevertem őket. Gyorsan újra halk dörmögésbe fogott. És akkor... Szerencséd volt. Nem is tudom, kinek volt nagyobb szerencséje. Fő, hogy végre mind újra szőrtelenek vagyunk. Én meg újra éhes. A varázslatoktól könnyű megéhezni. Induljunk hát ismét ennivalót keresni. Pont így kezdődött ez az egész. Ugyanaz a dolog, kétszer nem végződhet ugyanúgy. Egy biztos. Beszéddel nem lehet jól lakni. Mondta ekkor Zödön, azzal faképnél hagyva barátait leszögdécselt a kupacról. Erre azok rögtön abba hagyták a vitatkozást, és nagy sietve utána eredtek, mielőtt egyetlen egy bogyó sem marad nekik az elhagyatott rétet borító hó alatt. Itt a vége, fuss el véle, A nagy felfordulás. Késő nyári délután volt. A rét virágai álmosan ingatták fejüket a sárguló fűben. Csodálatos időnk van. Úgy sétálnék egyet. Remek ötlet. Tényleg jól esne egy kis testmozgás. Hilda és Béla bá feltápászkodtak, hogy halkan, nehogy felébresszék a többieket, leugráltak a kupacról. Tapu
mondta ezt csak úgy a séta kedvéért? Sosem tudtam, mit gondoljak a lepkehalakról. Amikor reddesni látom őket odafent, olyan, mintha egy tenger lenne az ég helyén. Bizonyára ők sem tudják eldönteni, hogy két fejűnek lenni furcsább, vagy lepkehalnak. Közben egy kis facsoporthoz értek. Milyen érdekes az az odú? Olyan, mint egy kulcsjuk. Ahol kulcsjuk van, ott kulcsnak is kell lennie. Béla bá azzal keresgélni kezdett botjával a fűben. Ezt keresitek? Ezek szerint nálad van. Ha nem így volna, kézen közön eltűnne. Most mi lesz? Azt majd meglátjuk. Béla bá beledugta a kulcsot a lyukba, és elfordította. Nem történt semmi. Csak leesett a kalapom. Ott van. Felrepült? Inkább leesett. A két kufli értetlenül nézett rá. Amikor eltekerted a kulcsot, megfordult a rét. Ennyi az egész. Ritkán ugyan, de megtörténik. Most fent van, ami eddig lent volt, és lent, ami eddig fent. Na, nekem mennem kell. Álljál, Ercsi! Most mi lesz? Megpróbálom visszacsinálni. Úgy látszik, visszafelé nem működik. Akkor örökké fejjel lefelé maradunk. Hidd el, meg lehet szokni. Esetleg próbáltok meg kézen állva, tanácsolta egy pók. Nem is rossz ötlet. Hú, elég kényelmetlen. Hozzunk segítséget. Valahogy helyre kell ezt hoznunk. Fogták magukat, és két kézen lépkedve visszasiettek a kupacukhoz. Ti meg mit csináltok itt fejen állva? Igazából a rét állt fejre, nem mi. Sürgősen vissza kéne billenteni. Úgy érted, hogy most mindannyian fejjel lefelé vagyunk? Így van, magam sem értem, hogy történhetett. Éreztem, hogy valami nincs rendben. Nem értem. Akkor miért nem potyogunk le a rétről? Talán mert annyira hozzátartozunk. Csak nehogy egyszer mégis lehessünk róla. Van egy ötletem. Ha minden rétlakó összegyűlne valahol az elhagyatott rét szélén, és ott egyszerre ugranánk egy jó nagyot, azzal talán vissza tudnánk billenteni a rétet. Remek ötlet! Hol legyen a gyülekező? A legutolsó bokornál. Az a rét legszélén van. Könnyű megtalálni. Néhány lépésre van az utolsó előtti bokortól. Sietve szétszélettek. Titusz észak felé indult, Pofánka délnek, Valér keletnek, Zödön pedig nyugatnak. Fityirc meg... Na, ő szaladgált egy kicsit erre is, egy kicsit arra is. Mi egyenesen a bokorhoz megyünk, mondta Béla bá Hildának, akit szemlátomást megviseltek a történtek. Alig egy óra múlva minden rétlakó ott gyülekezett izgatottan a legutolsó bokor körül. Ha azt mondom hopp, mindenki egyszerre ugorjon egy nagyot. A rétlakók elcsendesedtek. Hopp! Én megyek, és visszaadom a kulcsot a vakondnak. Talán jobb lenne, ha ezentúl mi őriznénk. És bármikor felfordíthatjuk vele a rétet. Felfordulás kulcs nélkül is tudunk csinálni. Mit szólnátok inkább egy ünnepi kézenjáró versenyhez? Kézen, szárnyon és csápon járó verseny legyen, hogy mindenki indulhasson. Cél a kufli kupac! Kiáltotta Titus, mire mindenki elindult. Egymás hegyén hátán ugrabugráltak keresztül az elhagyatott réten.
A legutolsó bokor csodálkozva nézte őket. Még csak el nem tűntek a táborban. Most akkor melyik fejem van fent? És melyik lent? Mi újság, kuflik? Akkora tél volt, hogy csak na! Amerre a szem ellátott, minden fehér volt, mintha csak egy óriási habszifon durrant volna ki az elhagyatott rét közepén. Mennyire kihalt ilyenkor ez a vidék? Sóhajtott a pofánka. Így van! Bólogatott Béla bá. Az állatok egy része téli álmot alszik, egy másik részük viszont ébren van, de közülük egyesek, mint a hópaglyok, hócsigák, hógiliszták, hómenyétek, nem látszanak, mert ők maguk is fehérek, mint a hó. És a többiek? Kérdezte Valér. Bebújtak az odójukba, vagy elutaztak melegebb vidékre. Én inkább a téli álmot választanám, mint az utazást. Dörmögte Zödön. Pedig utazni sem rossz. Persze nem volt ilyen időben. Az unatkozásnál bármi jobb. Ász! Jegyezte meg Titus, és kifújta az orrát. Nincs kedvetek játszani valami? Kedvünk volna, de mi legyen az? Mi lenne, ha hógolyóznánk? Kérdezte Hilda. Az olyan régi módi dolog. Rázta a fejét pofánka. Inkább rendezzünk jégcsapgyűjtő versenyt. A kedvenc téli szórakozásom. Kurjantott lelkesen Titus. Akkor már is induljunk. Régi szokásuk szerint minden kufli más irányba indult. Gyerekek! Én csak szólok, hogy arrozon, elindultok itthonról, mindig történik veletek valami kellemátlásség. Megfigyeltem, mindig az van. Bólintott a fatuskó. Örökösen akad valami gond. Tisztára, mint valami kitalált történetben. Érdekes, ez eddig fel sem tűnt. Ingatta a fejét Béla bá. Akkor szerinted inkább maradjunk itthon? Nézett a fatuskóra Fityész. Hát csak azt mondom, jobb az óvatosság. Emlékezzetek csak, amikor Béla bá a felfordulós kulcsot találta, vagy amikor átévettetek a hóban, ugye bár? Vagy amikor Hilda felpróbált egy varázsgomba kalapot? Arra nem emlékezhetne. Bökte meg Hilda a fatuskót. De hát, ha állandóan itthon ülnénk, sosem történne velünk semmi, mondta Titus. Az miért volna baj? Mert unalmas lenne. Ez egészen biztos? Kérdezte Fityérc. Mit szólnátok, ha kipróbálnánk? Maradjunk itthon, és nézzük meg, mi történik, amikor nem történik semmi. Elvégre pont ráérünk. Hát jó. Szólj, amikor kezdhetjük. Nem tudom, mi legyen a jel? Szerintem mondjad azt, hogy cickájcuc. Az elég vicces lenne. Dugta ki ekkor a fejét odujából a mohamanyi. Rendben, mondta Fityérc. Cickájcuc. Rikoltott a teli torokból Fityérc. Most mit kellene csinálni? Semmit. Épp ez a lényeg, mondta neki Hilda. És így is lett. A kuflik nem csináltak semmit. Ász! És még mindig semmit. Így telt múlt az idő. Mennyivel fárasztóbb szánt szándékkal nem csinálni semmit, mint csak úgy.
Igazad volt. Ez tényleg unalmas. Elálmosodtam. Ásított nagyot Hilda. Ha nem történik semmi, akkor ráadásul nem lesz rólunk semmi mesélnivaló. Miért? Ki szokott rólunk mesélni? Nem tudom, de ha valaki megkérdezné, hogy mi újság, kuflik, akkor nem tudnánk semmit sem mondani neki. Az elég nagy baj volna. Olyan lenne, mintha nem is volnánk itt. Láthatatlanok lennénk, mint fehér teve a hóban. Akkor hát gyorsan csináljunk valamit. Mondjuk keressünk jégcsapokat, ahogy eredetileg terveztük. Azonnal induljunk! Azzal nagy vidáman mind elindultak lefelé a kupacról. Gyerekek, vigyázzatok magatokra! Ne félj, hamarosan visszajövünk. És akkor majd megkérdezem tőletek, hogy mi újság, kuflik. Jó? De a kuflik ezt már nem hallották. Leértek a kupac aljába, aztán eltűntek a hóval borított réten arrafelé, amerre jégcsapokat csörget a bokrok kopasz ágain a szél. Zödi és Valandér. Néptelennek tűnt az elhagyatott rét. Körben a bokrok olyan mozdulatlanul álltak a tavaszi napfényben, mintha odafestették volna őket. Kilenc! De Pofánka tudta, hogy ez csak a látszat. Tíz! Jaj, ne! Ezek szerint megint szerda van. Na igen, mert hogy ez pont szerdán, a bujócskázás világnapján történt. Pofánka alig ugrált néhányat, ismerős dologra lett figyelmes egy vadgombóc bokor lombjában. Megvagy, Zödön! Ez nem ér. Mindig olyan gyorsan megtaláltuk. Dünnyögte panaszosan Zödön. Mit tegyünk, ha ilyen nagyra nőttél? Te csak egy mamut fenyő mögött tudnál rendesen elbújni. Hihi! Ebben a pillanatban valami kékre lett figyelmes egy póklábfa vastag gyökerei mögött. Látlak, Valér! Tudtam, hogy ez lesz. Túl alacsony vagyok, hogy elérjem a magasabb ágakat. Én örülnék, ha ilyen kicsi lehetnék. Én meg téged irigyellek, hogy eléred a legmagasabban lévő dolgokat is. Meg a moziban is mindig látsz az előtted ülőtől. Az elhagyatott réten nincs is mozi. Jó, de ha lenne? Akárhogy is. Néha szívesen cserélnék veled. Könnyű megoldani. Szólalt meg ekkor egy szörteknőc a hátuk mögött. Egyetek oda-vissza gumót. A sárga mag összemeneszt, a barna pedig megnöveszt egy kis időre. Megismeritek a rendkívül csúnya, penészes sajtszínű leveleiről. Az össze-vissza gumónak büti szaga van. Hát igen, ezért ismerik kevesen a hatását. Tényleg nem túl étvágygerjesztő, de a kíváncsiságom nagyobb az undoromnál. Csak össze ne keverjük a színeket! Gyorsan bekapták őket. Közben Pofánka mindenkit megtalált. A kuflik gyorsan átsiettek hát a tisztás túlsó felére, ahol a vadgombóc cserjék és a pókláb fák nőttek. Mikor odaértek, alig hittek a szemüknek. Veletek meg mi történt? Kiáltotta Titusz. Kipróbáljuk, milyen akkorának lenni, mint a másik! Nézzétek, mennyire fürgén tudok ugrálni. Én meg nyújtózkodás nélkül elérem a fák tetejét. Olyan, mintha nem is ti lennétek. Ingatta a fejét Hilda. Szerintem olyanok, mintha egyszerre látnánk Zödöt túl messziről, Valért pedig túl közelről.
Így bárhová be tudok mászni vadsóskáért, és sokkal könnyebben megy a bukfencezés is. Én meg akármilyen messze ellátok ilyen magasból. Hát igen, viszont kérdés, hogy ezentúl lehet-e Zödönt, Zödönnek hívni? Valért meg Valérnak? Így valahogy már nem illik rájuk a nevük. Ez igaz? Lehet, hogy Zödönt ezentúl, talán Zödinek kéne szólítanunk. Valért pedig? Ő lehetne, Valandér, az olyan óriásnak való név. Szó se lehet róla. Azért, mert megnőttem, még Valér vagyok. Csak most kicsit rövid lett neked ez a név. De Zödön neve is rövid, pedig ő eddig nagy volt. Igen, de azt kicsi korában kapta, amikor még nem volt akkora. Nem is ez a fő baj, hanem az, hogy lakást kell cserélniük. Valérnak, aki túl kicsi lesz az eddigi ürege. Micsoda? Akkor hát meg kell nagyítanunk Valér lakását. Jaj, már megint egy építkezés. Ha cserélünk, hova fér majd el az óriási szárított vacsóska gyűjteményem és a szotyola héjjal töltött gyógypárnáim? Én meg nem fogok lejjebb lakni! Onnan nem szép a kilátás! Pont, hogy onnan szem. Mert mindkét üregből ugyanazt a rétet látni. Ám ekkor... Most meg mi történt veletek? Elmúlt az oda-vissza bogyó hatása. Semmi baj, fiúk. Mind a ketten így vagytok csinosak. Igazán. Kérdezte Zödön, és elpirult. Lustálkodni pedig így is, úgy is, ugyanúgy lehet. Ami pedig a kimerítő bujócskázás után kifejezetten hasznos foglalatosság. Tette hozzá Bélabá, és gyorsan el is heveredett a fűben. A többiek követték a példáját, amitől a bujócskázás világnapja azon mód a lustálkodás világnapjává változott. Ahol a jó bogyó terem. Szép napsütéses nyár elejé délután volt. A kup, illetve nem, elnézést. Borús téli reggel volt. Nagy pelyhekben hullott a hó a rétre a szürke, pocakos felhőkből. A kupacról még elhagyatottabbnak tetszett a rét, mint máskor. Ilyenkor télen alig történik valami érdekes. Ha unatkozol, igazán elkísérhetnél jó bogyót gyűjteni? Már megint elfogyott. Mit tegyünk, ha télen mindenki asztrák csálja? Jól van, na. Már is hozom a szánkómat. A hó vidáman ropogott, ahogy Titus nagyokat szökkenve húzta maga után a szánt. Nem sokára egy zölden világító közlekedési lámpához értek. Látod? Már itt is vagyunk. De hogy kerül ide ez a lámpa? Hogy kerül ide bármi is? Ugye, nem jó bogyóért jöttetek. Szólalt meg ekkor valaki a lámpa tövéből. Titus még sohasem látta az illetőt. Ja. Zöld, ilyenkor szabad szünetelni, vagy nem? Elfelejtettem sárgára állítani. Épp evédelni készültem. De ma egyébként is fejtörős nap van. Az mit jelent? Csak azt hetett jó bogyót, aki megold egy fejtörőt. Ez a mai. Tálcán sáskám táncát látván, kátrány, hány lánybárány hányt rám. Az említett lánybárányok feketék, tehát kettő. Felére is. Akkor hát, jó bogyószedést! Azzal eltűnt, mint nyúl a cilinderben. Honnan tudtad a megoldást?
Ez egyike a híres, teljesen értelmetlen fejtörőknek. Bármit válaszolhattam volna rá. Még szeretje, hogy eljöttél velem. Én biztos megpróbáltam volna megoldani. Hol van itt jóbogyó? Épp mellett állunk, mondta Pofánka, és lerázta a havat egy alacsony bokorról. Ahhoz képest, hogy elhagyatott, elég fura dolgok esnek meg ezen a réten. Na látod? Talán mehetnénk is. Felrakták a teli szatyrot a szára, és elindultak. A szél közben nagy kupacokba hordta a havat. Ajjaj! Vajon ebből a sok egyforma kupacból melyik a miénk? Szerintem az ott! Mikor odaértek, Titusz vállára kapta a jóbogyós szatyrot, és elkezdett felfelé mászni a kupac oldalán. Hé! Mit csinálsz? Összerontod a hóteknősünket. Elnézést, azt hittük, ez a kufli kupacunk. Hogy lehet összetéveszteni egy kupacot egy hóteknőssel? Talán mert mindkettőnek egyformán kupac alakja van. Látom, semmi érzéketek a művészethez. Titusz és Pofánka tovább mentek. Megvan, ez lesz az. Állj! Hozzá ne merj nyúlni a hógolyó gyűjteményemhez! Ne izélj! Ez itt csak egy kupac! Nem kupac, hanem 5371 hógolyó! Egytől egyig én gyúrtam őket! Akkor is kupacnak látszik! Mert alcáztam őket! De nem adok belőle egyetlen egyet sem! Értitek? Ne is álmodjatok róla! Bármikor gyúrunk magunknak saját gyűjteményt! Legyintett Titusz, azzal fogta a szán zsinórját, és magában füstölögve tovább indult. Nem érgelődj! A hörcsögök már csak ilyenek. Ekkor egy újabb, kisebb kupachoz értek. Elmászom rá! Hát, ha fentről meglátom a mi kupacunkat! Nem látok semmit! Olyan sűrűn hullik a hó! Ekkor váratlanul megmozdult alatta a kupac. Segítség! Miben segítsek? Te meg hogy kerülsz ide? Leültem ide, és azon töprengtem, vajon mikor jöttök meg végre? Közben úgy tűnik, kicsit belepett a hó. Töprengtél? Ha nincs kézni rágcsálni való jóbogyó, előfordul. Hoztunk egy nagy szatyorral! Csak visszajövet, nem találtuk a kupacunkat. Itt van néhány lépésnyire. Gyertek! Kisvártatva Pofánka és Titusz ott állt barátai között a kufli kupac tetején. Nagy volt az öröm! Miközben rágcsálni kezdtek, Titusz elmesélte a többieknek az ötszemű bogyóőr teljesen értelmetlen fejtörőjét. Pompás! Igazán ideje volna, hogy rendezzünk egy teljesen értelmetlen vetélkedőt az elhagyatott réten. Ez nagyon tetszett a kufliknak. De mivel elég hideg volt már, a részletek megbeszélését másnapra halasztották. Most inkább mindenki hazament melegedni a saját kufli üregébe. A kupac elcsendesedett. A Titusz szánkója körül szétdobált jóbogyó héjakat lassan belepte a hó. Tegnap hallottam egy találós kérdést, aminek fura fejű sárga kufli volt a megoldása. A kuflik és a máshogyoszkóp. Közönséges őszi hétköznap volt. Kövér felhők vonszolták hosszú árnyékukat a rét felett. Minden szürke volt, és valahogy olyan kedvetlen. Ajajajajajajajaj! Sóhajt a fityirc, és a bal zsebéből a jobb zsebébe rakta kedvenc lila gombját, ám ebben a pillanatban... Hívtál? Hát itt vagyok. Mondta a sámli, és ugrott egyet a levegőben. Te tévedsz?
Nem hívtam, senkit sem. Dehogy nem. Azt mondtad, hajajajajaj, aztán átraktad a lila gombodat a bal zsebedből a jobb zsebedbe. Nem tudtam, hogy ezzel ide lehet varázsolni egy sámlit. Vonogatta a vállát Fityérc. Én nem sámli, hanem egy máshogyoszkóp vagyok. Ez a foglalkozásom. Aki rám ül, az meglátja, milyenek a dolgok. Milyenek? Hát épp ez az. Másmilyenek. Mosolygott a sámli. Máshogyoszkóp, haver! Akarom mondani, a máshogyoszkóp. Gyere, próbálj ki. Na jó. Fityérc, ahogy leült a sámlira, máshogyoszkópra, hirtelen az egész rét nagyon, de nagyon furcsa lett. Minden ilyen különös, kérdezte rémülten Fityérc. Most olyannak látsz mindent, ami ennek magát képzeli, mondta a sámliszkó. Ekkor Fityérc két fura alakra lett figyelmes. Az egyikük kalapja Béla bájéra emlékeztetett. Szia! Köszöntek rá Fityércre. Milyen jó kis sámlit találtál magadnak! Ahogy Fityérc felállt, a két idegen Bélabává és Valérrá változott. Elnézést, a máshogyoszkópon ülve nem ismertelek meg benneteket. Azt hittem, ez egy sámli. Szögdécselt közelebb Valér. Nem hiszem el, hogy ilyen nehéz volna megjegyezni a nevem. Máshogyoszkóp vagyok. Gyertek, próbáljátok ki. Biztatta barátait Fityérc. Kiáltotta meglepve Bélabá. Ott az az óriási valami például ki lehet? Mutatott egy muszkins lényre Valér. Mit bámultok, srácok? Talán van valami szokatlan rajtam? Bámult rájuk Titusz. Erről a máshogyoszkópról nézve elég fura voltál. Nevetgélt Bélabá. Ha rájössz, majd meglátod. Ezt ki kell próbálni. Hú, a mindenit. Tisztára, mintha álmodnék. Te ilyeneket szoktál álmodni? Kérdezte rémülten Valér, aki alig tudott elhajolni egy éppen arra ugráló furcsa valami elől. Itt jön egy másik ide. A sámlin ülők mind a fűbe borultak. Ó, a macska rúgja meg! Hiszen ez Hilda és Pofánka. És mi ebben olyan meglepő? Ha ide ülsz mellénk, majd megérted, mondta Titusz. A kuflikin már Hildával és Pofánkával együtt visszatelepedtek a sámlira. Csak Fityércnek nem jutott már hely. Én már úgyis eleget láttam. Na most nézzétek meg Fityércet! Nagyon furcsa. De Fityérc pont olyan, mint máskor. Mi ebben a különleges? Talán elromlott a máshogyoszkóp. Azt kikérem magamnak, pupák! Biztos, hogy nem romlott el! Rázta a fejét Bélabá, és Fityérc háta mögé mutatott. Egy egészen apró lény közeledett a fűben, vacsóska levelet vonszolva maga után. Szia, Zödön! Köszönt a lénynek könnyedén Fityérc. Ez tényleg ő? Üledezett Pofánka. Keljetek fel a sámliról, és meglátjátok. Bólintott Fityérc. Amikor felálltak, barátai alig hittek a szemüknek. Mit csodálkoztok? Értetlenkedett Zödön. Sosem láttatok még éhes kuflit. Máshogyoszkópról nézve még soha! Rázta a fejét Titusz. Gyere, próbáld ki te is! Felőlem, úgy sem ültem még mákonyos pókon. Már késő! Lejárt a munkaidőm! Ma már ne is hívjatok többet!
azzal eltűnt, mint légy a levesben. Hát jó, akkor folytatom a vacsóska gyűjtést. Mi meg elkísérünk, verte hátba vidámon Titusz. Úgy közben megjátsszuk azt, hogy úgy nézünk ki, amilyennek látni szeretnénk magunkat, ha valaki olyan lennénk, aki minket néz. Kiáltotta lelkesen Pofánka, mikor elindultak. De mivel ebből senki nem értett egy szót sem, ezután inkább kergetőztek meg bujócskáztak, míg el nem fáradtak mindannyian.